Anthony Sheridan független állatkerti szakértő adta át Gajdos Lászlónak, a Sóstó-zó igazgatójának az Európa legjobb állatkertje díjat. A nyíregyházi állatpark az 500 ezres látogatószám alatti kategóriában kapta meg az elismerést, 2015 és 2018 után immár harmadik alkalommal. Az úgynevezett Sheridan lista minden harmadik évben frissül. Az állatparkokat a szakértő és csapata egy összetett, 100 szempontot figyelembe vevő pontozás alapján rangsorolja. Nagyon fontos a gyűjtemény minősége, tehát itt nálunk nagyon sok különleges állat van, ezt jelzi ez a díj is, hogy Európa egyik legkülönlegesebb állatgyűjteménye. Fontos, hogy hogyan tartjuk az állatokat, és nagyon fontos, hogy mit adunk át a közönségnek, tehát az oktatás, ami nagyon magas színvonalon zajlik a nyíregyházi állatparkban. Szintén nagy elismerés a Sóstó-zó számára, hogy Papp Endre igazgató helyettest választották meg az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének elnökévé. Papp Endre 26 éve állatorvosként kezdte meg a munkát a nyíregyházi állatparkban, új feladata szerint pedig egy több mint 300 intézmény tömörítő szervezetet kell koordinálnia. A modern állatkertek tevékenysége olyan irányba fejlődik, hogy nem csak egy kiváló állattartás technológiát, állatjólétet szeretnének biztosítani, de aktívan szeretnének részt venni a kutatásban, környezeti nevelésben és az állatorvosi tudomány fejlődésében vadállatok zártéri tartása terén. Ebben a tevékenységben az EASA, mint egy szervező, központi szerepet tölt be, és az elnök feladata leginkább a nagyon divers közösség együttműködésének a koordinálása. Ez rendszeres online, illetve személyes konferencia jelenlétekkel valósul meg. Egy amszterdami irodát kell irányítani, ennek a munkáját kell kiterjeszteni az egész közösség munkájára. A Sóstó-zó 2019-ben érte el rekord látogatottságát, akkor több mint 600 ezeren váltottak jegyet. Ezt követte a koronavírus berobbanását követő visszaesés, tavaly azonban már újra meghaladta a forgalom a 400 ezret. Idén is ez a minimum cél. Eddig nagyon jól indult a nyár. Most ez a nagy hőség nekünk nem tesz jót, de szurkolunk a fürdőnek, és hát reméljük, hogy nagyon erős évünk lesz, hát szeretnénk több mint 400 ezer látogatót fogadni. A vezetés ugyanakkor arra törekszik, a következő megmérettetéseken már a fél és egy millió közötti kategóriában tartsák számon az állatparkot. Ehhez nagyban hozzájárulhat a Sóstó-zó eddigi legnagyobb beruházása, a Jégkorszak, amely 2024-ben nyitja meg kapuit a látogatók előtt.